A 170 éves Magyar Honvédség tiszteletére egy kétnapos emlékfutáson vagyunk, illetve veszünk most részt. Ez a csapat, akivel most itt futunk, Szentesről jött, a 37. második Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred és a Honvéd Rákóczi Sport Egyesületnek a futócsapata. Koszorúzni itt a vár mellett a 1848-49-es emlékművet, majd két tábornoknak a szállás helyét fogjuk megkoszorúzni. Innen Békés Csabára megyünk, ahol a Mária Terézia, volt Mária Terézia laktanyánál fogunk koszorúzni, majd a nap végén 16 óra környékén fogunk Orosházára érni, ahol a városközpontban az első világháborús emlékművet fogjuk megkoszorúzni. Cél az Pákozdon lesz, október 6-án, 17 órakor az összes megyében jelenleg futó csapat oda fog beérkezni, és a legjobb tudomásom szerint a Honvédelmi Miniszter úr fogja fogadni a csapatokat. A futás mellett Budapestről elindul egy 170 kilométeres kerékpártúra is, akik szintén Pákozdra fognak beérkezni holnap este.